A koronavírus megjelenése óta eltelt egy évben a kiberbűnözők akciói is nagyobb találati arányjal értek célt. A közelmúltban a köznyelvbe csak futárvírusként bekerült kártevő szedett nagyon sok áldozatot, ám a futárcégeken kívül energia, illetve közszolgáltatók, vagy éppen a Magyar Posta nevében is sok e-mailt küldenek ki a bűnözők. Az elkövetés lényege, hogy küldenek egy e-mailt, mondjuk maradjunk a példánál a Magyar Postánál, küldenek egy e-mailt, miszerint csomagja érkezik a címzetnek, és ahhoz, hogy ezt a csomagot nyomon tudja követni, lássa, hogy mikor érkezik meg, rá kell kattintani a linkre. És ilyenkor két dolog történhet alapvetően, vagy egy olyan weboldalon találja magát a link után, ahol meg kell adnia a bankszámla adatait, ezt nevezzük adathalászatnak, vagy egy olyan program töltődik le a számítógépére, ami megszerzi ezeket az adatokat automatikusan, hogy ezeket nevezzük kártevőknek. Így vagy úgy, az a lényeg, hogy az adataink az elkövetőknél landoljanak, és ők ezekkel vissza tudjanak élni. A bűnözők által létrehozott weboldalak egyébként gyakran használják azokat az arculati elemeket, amelyek az igazi szolgáltatóval hozhatók összefüggésbe, de jellemzően leegyszerűsített megjelenítést, nem működő gombokat, hivatkozásokat tartalmaznak. Halász Viktor felhívta a figyelmet, hogy a levelek nyelvezetéből többnyire azonnal kiderül, kivel van dolgunk. A bűnözők többsége külföldről küldi az e-maileket, ezért Google fordítóval, rossz helyesírással, magyartalanul megfogalmazott levelekről van szó. Az ilyen stílusú küldemények nagy valószínűséggel ártó szándékkal érkeznek. Ha rákattintottunk a linkre és megadtuk a személyes adatainkat, vagy letöltöttük ezt a programot, és utólag jöttünk rá, hogy itt bizony átverés áldozatai lettünk, az első és a legfontosabb az, hogy változtassuk meg az összes jelszavunkat, amit használunk, akár más oldalakon is, hogy a legtöbb ember sokszor ugyanazt a jelszavát használja több helyen, és mindent változtassunk meg. Második lépés legyen az, hogy szóljunk a bank fiókunknak, hogy tiltsák le a hitelkártyánkat, vagy éppen azt a kártyát, aminek az adatait megadtuk. Ha pedig valós kár is ért minket, tehát sikeresen el is utalták a pénzünket az elkövetők, akkor szintén szólni kell a banknak, mert van ezért egy időablak, amin belül ezeket az utalásokat még meg lehet fordítani, hogyha mondjuk belföldi utalásról van szó. És utána pedig feljelentést kell tenni a rendőrségnek. A szakértő szerint az esetek többségében megelőzhetjük az adataink vagy a pénzünk megszerzését, például azzal, hogy megnézzük, kitől rendelünk termékeket az interneten. Bizonyos adatokat muszáj megadnunk, hogy szeretnénk rendelni az internetet, ezt mindannyian tudjuk, meg kell adni a nevünket, a címünket, a telefonszámunkat, az e-mail címünket, illetve a bankkártya adatainkat is. Ezt nem tudjuk másképpen intézni. Inkább arra hegyezném ki ezt a kérdést, hogy hol adjuk meg ezeket az adatokat. Tehát vannak a megbízható szolgáltatók, akiket mindannyian ismerünk, ahonnan naponta több ezer ember rendel, ezeknek nyugodtan megadhatjuk ezeket az adatokat. Viszont ha mondjuk találunk egy olyan webshopot az interneten, ahol gyanúsan olcsó az ott lévő áruknak az összege, illetőleg nem nagyon találunk értékeléseket az interneten még ezzel kapcsolatban, aztán ez egy friss webshop, ott azért adjuk meg a bankkártya adatainkat. A szakértő szerint emellett célszerű olyan bankkártyát használni, amit kifejezetten az internetes vásárlásokra tartunk fenn.